Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy közös kávézásra és ezzel együtt egy jó beszélgetésre. Hogyan szereted a kávét, feketén vagy fehéren? Hát én inkább feketén szeretem. Kérünk neked egy kávét akkor, illetve te is megkóstolhatod azt a különlegesnek is mondható süteményt, amelyet úgy neveztünk el, hogy feketén-fehéren, mint ezt a műsort, és amelyet Nádas Hajnalka alkotott meg. Köszönöm szépen! Mai vendégem az a nyíregyházi hölgy, akit az utóbbi időben talán sokan aranyanyúnak hívnak, egy nemrégiben elnyert országos elismerésnek köszönhetően. A középiskolai tanárnő jelenleg egykori alma máterében tanít, ahol ellátja az igazgatóhelyettesi feladatokat is. Az egykori kosutos diák éppen beszélgetésünk napján értesült arról, hogy megkapta a Takács Etel díjat, amely igen komoly visszaigazolás a szakma részéről. Vendégem Kecskemétiné Szilvási Zsuzsa, Anna, magyar nyelv és irodalom, valamint vizuális mozgókép kultúra és médiatanár, aki mint a Portré magazin egyik lelkes nézője fogadta el meghívásomat, és beszélt élményeiről, sikereiről és terveiről feketén-fehéren. Én már a beszélgetés legelején szeretném megköszönni azt az ajándékot, amit kaptam tőled. Biztosan nem azért kaptam, mert tudod, hogy én akár ezeknek a műsoroknak is a felvezetőit, és mai napig kézzel írom magam. Nagyon szeretek még kézzel írni. Hát ebbe fogok tudni írni, mert jó sok lap van benne. És köszönöm szépen, hogy igazából te vagy ráírva, az van rajta, hogy aranyanyú díj, és én személyesen még nem tudtam neked gratulálni ehhez a díjhoz, és én ezt egy nagyon nagy dolognak tartom, amit te megkaptál Magyarországon. Köszönöm szépen. Mondjuk el a kedves nézőknek, akik nem tudják, hogy mi ez, illetve azok kedvéért is, akik hallották már, de esetleg kérdések merülnek fel bennük ezzel kapcsolatban. Az aranyanyú díjat olyan nőknek adják, több kategóriában is, akik a saját területükön valami olyan szakmailag kiemelkedő dolgot nyújtottak, ami azon túllépve, hogy szakmai, az emberek életét is segíti valamiben, vagy jobbá teszi. Én alapvetően azért kaptam meg a pedagógus kategória zsűridíját, mert én azzal foglalkozom, hogy többségi osztályban integráltan nevelhessünk úgy vakokat és gyengénlátókat, illetve részképességzavaros gyerekeket, hogy ők ugyanazokra az eredményekre legyenek képesek. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kombinációja a tehetségfejlesztésnek és a felzárkóztatásnak. Ezt találták különlegesnek. Ez feltétlenül az, de erre valaki kellett, hogy téged jelöljön? Igen, egy volt tanítványom, hát nyilván, tehát aki középiskolában dolgozik, tudja, hogy sokszor a tanár és a diák közötti viszony az azért nagyon-nagyon szorosra tud fűződni, hiszen mi sokkal többet vagyunk a gyerekekkel, mint akár a saját szüleik. És vannak speciális esetek, ez is egy speciális eset, egy olyan fiúcska, Juhász Dominik fiúcska, hát már 20 éves felnőtt férfi, egy olyan gyerek jelölt engem erre a díjra, aki az édesanyját akkor veszítette el, amikor az érettségi évébe kerültünk. Tehát már régen beteg volt, de a 11. évfolyam végén, a nyári szünetben sajnos meghalt az édesanyja, és a 12. évfolyamot így csináltuk végig. Hát hatalmas lelki ereje van nyilvánvaló módon. Ma már ez nem egy aktuális történet, hiszen már ez régen volt, viszont akkor nagyon nehéz volt őt nyilván úton tartani. És hát most gondoltam, hogy akkor most egy picit ebből vissza fog valamit forgatni. És ami nagyon érdekes és izgalmas ebben az egészben, hogy Dominik 10 évesen került hozzánk a gimnáziumba, 8-as osztályos gimibe járt, és diszlexia, diszgráfiával küzdött végig, de úgy, hogy sajnos 5-ben még diagnosztizálatlan volt. Ugye ez több mint 12 évvel ezelőtt történt. Sajnos akkor ez még rendszeres volt, hogy úgy kerültek gyerekek, akár 9-be, akár 8 osztályos gimibe, 5-be iskolákba, hogy egyszerűen nem ismerték fel ezt a problémát.
amikor ott sikerült diagnosztizáltatni ezt a dolgot, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebb volt a helyzet, és kiderült, hogy Dominik nagyon tehetséges, mert végtelenül jó memóriája van, és nagyon szép orgánuma van, nagyon jól tud verset mondani, és ahogy nőtt, egyszer csak kiderült, hogy ő remek retorikai képességekkel is bír, úgyhogy retorika versenyekre jártunk, aminek az lett az eredménye, hogy ő jogon tanult tovább, és a diszlexia diszgráfiája ellenére ő joghallgató, illetve hát most már a közszolgálati egyetemen van, úgyhogy hát ez tulajdonképpen egy érdekes kis élettörténet. De mióta tanítasz és mit? Ebben a gimnáziumban én 12 éve, tehát most már együzemben 12 éve tanítok, magyar nyelv és irodalom az egyik szakom, a másikon mindig mosolyognak, mozgóképkultúra és médiaismeret, hogy ezt kevesen ismerik, hogy ezt is tanulják már a gyerekek, de én azt gondolom, hogy ez a két szak, ez nagyon izgalmas így együtt, és nekem is ez segített tulajdonképpen ez a párosítás, hogy olyan módszereket találhassak ki, amivel a diákokat nagyon messzire el lehet juttatni. Az, hogy a dolgodat remekül csinálod, azt tudom, hogy ilyen visszajelzések alapján talán téged lep meg a legjobban, mert hogy nem gondolod, korábbi beszélgetésünk alapján mondom ezt, tehát nem gondolod, hogy ez nagy dolog, hogy valaki a választott szakmáját jól csinálja. Pedig azt kell mondani, hogy sok esetben ugye nem mondható átlagosnak az, ha valaki mindent beletesz, minden lelkesedést. Te mikor érezted, vagy mikortól tudtad, hogy szeretnél majd tanítani, gyermekekkel foglalkozni? Szerintem így született. De ez annyira jó pofa ez a történet, mert kb. 3 éves voltam, vagy 4, amikor anyukám kézen fogva vezetett, akkor még Bessenyei György tanárképző főiskola, és nekem az első mondataim egyike az volt, hogy főistolyás leszek. Ki sem tudtam mondani, hogy főiskolás leszek, és tanárnéni leszek. Úgyhogy hát én a klasszikus vagyok, aki 6 évesen már írni, olvasni nem tudtam, de javítottam a szomszéd gyerekek füzetét piros tollal, mert azt láttam, hogy azt csinálja egy tanár. Úgyhogy számomra ez nem nagyon volt kérdés. Ami nagyon érdekes volt, hogy a másik szakom miatt hát nagyon kitárult a világ, tehát gyakorlatilag rengeteg lehetőség jött, úgyhogy nem is a tanítással kezdtem, de azt tudtam, hogy egyszer csak ide fog vezetni az út, tehát az egyértelmű volt számomra, hogy én egyszer csak tanítani fogok, és hát azt gondolom, hogy hithetetlen áldás, hogy önazonosként megtaláltam a helyemet valami olyanban, ami számomra gyakorlatilag nem jelent nehézséget. Annak van valami különösebb oka, hogy éppen abban az iskolában tanítasz, ahol? Hát azért nyilván ez egyrészt az élet hozza, hogy hol van hely. Tehát azért akkor, amikor én tanítani kezdtem, azért még nem volt az, mint most, hogy már keresni kell a tanárokat. Viszont hát ez szinte sorsszerű volt, tehát amikor a lányom megszületett, akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor innentől kezdve csak az iskola, és csak a tanítás, és hát csak úgy gondoltam, hogy benézek akkor most már a Kossuthba, mert hogy akkor már közeledett a vége felé ugye a kisbabákkal otthon töltető időszak, és kiderült, hogy pont elment egy magyar tanár, és már azzal a kérdéssel találtam szembe magam, ahogy bementem, hogy a magyar tanári állásra jöttél. És akkor így egy picit így meg is lepődtem, hogy hát gondolom, hogy igen. És ugye akkor kiderült, hogy tényleg ők hirdetnek is állásra, és egyszer nem találkoztam vele. És pontosan egy magyar médiaszakos pedagógus ment el akkor az iskolával, úgyhogy ez teljesen sorsszerű volt, hogy én akkor ott kezdtem. Hát és azóta ott is vagyok. Nagyon örültem neki, mert én kossuthos voltam. Ráadásul az első generációs kossuthos voltam, aki már az egyházi átvétel után kezdhetett, úgyhogy én hazamentem, és azóta is ott vagyok. Úgyhogy minden tudok róluk. És azon túl, hogy ugye a tanórák keretein belül foglalkozol a diákokkal, tehát konkrétan bemész a tanterembe és órát tartasz, azon túl azért, ha emléknapok vannak, vagy megemlékezések, vagy ünnepi műsorok, azért elég jelentősen kiveszed a részedből is. Hát ennek ez az egyik oka, hogy igazgatóhelyettes vagyok, tehát nyilvánvalóan azért arra oda kell figyelni, hogy az iskola hogyan képviseli magát. Másrészt meg nekem fontos, tehát azt gondolom, hogy minden, ami ehhez a gimnáziumhoz kapcsolódik, hát nem tudok mit tenni, sajnos nekem ez fontos. Hát, hogy manapság ugye szokták mondani, hogy nyilván fontos az, hogy lojális legyen az ember, de hogy nem annyira nagy divat felvállalni azt, hogy azon kívül, hogy a munkahely az embernek egy iskola például, hogy azon kívül ez neki fontos. De nekem fontos az, hogy oda járt Krudi Gyula, hogy oda járt Szalai Sándor, hogy igenis itt az atomfizikusoktól kezdve az írókig, költőkig bárki kikerülhet ebből az iskolából, és azt gondolom, hogy ez a szellemiség és ennek a további éltetése nagyon fontos. Hogy is fogalmaztál, hogy többségi osztályban tanítasz?
Hát ez azt jelenti, hogy nyilván, tehát a Kossuth gimnáziumban remek képességű gyerekek járnak, akik nyilván egyetemre tanulnak tovább, és ez azt jelenti a többségi osztály, hogy nagy, tehát hogy mindenki ép, és van egy vagy két integrált tanuló, akik nyilván valamiféle segítségre szorulnak, ezt jelenti az, hogy többségi osztály. De ehhez kell-e a pedagógusnak valami papírral rendelkeznie, hogy ilyen adottságú gyermekekkel foglalkozzon? Hát én nem vagyok gyógypedagógus, hogy ez is nagyon fontos, hogy nem gyógypedagógusként dolgozunk, hanem amikor mi szembe találkoztunk egy ilyen nagyon kemény helyzettel, mert ugye Dominikról már meséltem, de ettől sokkal keményebb helyzetünk volt akkor, amikor Alexandrával találkoztunk. Alexandra egy olyan kislány volt, aki 8. úgy jelentkezett hozzánk, hogy gyengén látó volt, és mire odaértünk, hogy szeptember, illetve a beiratkozási időszak, ami nyáron, kiderült, hogy sajnos megvakult. Tehát ugye mi, akik szembeteg gyerekekkel dolgozunk, mi tudjuk, hogy sajnos ez így működik, hogy egy idő után meg fognak vakulni, úgyhogy hát amennyire lehet erre nyilvánvalóan felkészülünk, akkor viszont egy nagyon új helyzettel találtuk szembe magunkat, hiszen az volt a nagyon új benne, hogy ő akkor hirtelen már nem látott tovább. Tehát arra nekünk is nagyon fel kellett készülnünk, hogy egyrészt lelkileg is tudjuk őt támogatni ebben, másrészt pedig, hogy akkor mit fogunk csinálni, hogy most akkor mondjuk azt, hogy nem jöhet ide, vagy mondjuk azt, hogy megpróbálunk megoldást találni. És akkor nagyon-nagyon jó volt, hogy összedugtuk a fejünket, kitaláltuk, hogy akkor hozzunk létre egy úgynevezett eseni munkaközösséget, és elmentünk a vakok és gyengénlátók iskolájába, és minden munkaközösségből, tehát minden szakmai területről egy-egy ember tovább képezte magát, és van ilyen, hogy vakok, gyengénlátók integrált pedagógiája, ilyen képzés, és mi végigcsináltuk ezt a képzést. Na most ez nagyon-nagyon jó volt nyilván, tehát rengeteg dolgot megtanultunk. A probléma ott van, hogy sajnos a módszertan kizárólag általános iskolákra van kidolgozva. És egészen más dolog megtanulni azt, hogy hogyan kell megtanítani ezeket a gyerekeket írni, olvasni már, amennyire lehet, vagy alapismeretekre, mint az, hogy el kell őket juttatni emelt szintű érettségére. Mennyire gyakori az, akár mondjuk a mi városunkban, hogy ilyen fogyatékkal élő gyermekeket, tanulókat fogad egy intézmény? Nincsen. A legnagyobb probléma az, hogy tehát gyengénlátókat azért hál' Istennek, én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza nagyon-nagyon befogadó város, tehát igazából szerintem minden gimnáziumban megteszik, amit lehet. De erre rá kell állni. Tehát, hogy azt nem lehet, hogy egyszer igen, máskor nem. Másrészt pedig, ami nehéz, az már tényleg ott kezdődik, hogyha valaki vak, vagy ott kezdődik, hogyha valaki mondjuk erősen hallássérült. Most ugye ez nálunk egy új terület, mi elkezdtünk ezzel is egy picit foglalkozni. De azért gyerekek sincsenek olyan sokan, mert azért itt meg kell húzni egy vonalat. Egy gimnáziumban csak olyan gyereket tudok fölvenni, aki a testi fogyatékossága ellenére is képes azt a színvonalat produkálni, amivel mondjuk egyébként fölvehető egy gimnáziumba. Ha arra képes, akkor az azt jelenti, hogy arra is képes lesz, hogy leérettségizzen, illetve tovább tanuljon, és hát úgy tűnik, hogy ezt be is bizonyította már az idő. És te miért vállalkoztál erre? Én nem tudom. Én megmondom őszintén, hogy ezen már én is gondolkoztam, hogy vajon micsoda, de én el sem gondolkoztam rajta, hogy ne. Tehát, hogy egy percig fel sem merült bennem az, hogy akkor jó, akkor én azt itt el se kezdem. Hanem számomra az volt a természetes, hogy megoldást találunk, mert hát az egy gyerek, tehát most akkor tessék elvinni valahova máshova. De én tudom, tehát a mai napig tudom, és ezt ma már nagyon tudatosan fontosnak tartom, hogy nincsen másik iskola. Tehát, hogy nekik vagy az van, hogy egy speciális iskolában valamiféle szakmát szerezni fognak, vagy semmi. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szomorú, úgyhogy én ma már így nyíltan vállalom azt, hogy valós társadalmi integrációt kellene megvalósítani, mert én úgy gondolom, hogy nincsen, és ehhez az az első lépés, hogy igenis integráltan kell megtanulni, nevelni azokat a gyerekeket, megtanítani, akik olyan típusú fogyatékossággal élnek, ami nem jár semmiféle szellemi hátránnyal, tehát tulajdonképpen egy vak gyerek ugyanúgy képes eljutni, emelt szinten érettségizni, vagy egyetemre, sőt egyébként részképességzavaros gyerek is, megfelelő odafigyelés és fejlesztés mellett képes erre. Nyilván
itt kereshetjük azt, hogy teljes értékű vagy nem teljes értékű, de Szandi alapdiplomát szerzett már pszichológiából, és most szervezetpszichológiából mesterdiplomát fog szerezni. Tehát ezek a gyerekek nem hogy jó képességűek, hanem pontosan a fogyatékosságuk miatt még jobb képességűek, hiszen olyan memóriájuk van, olyan gyors tanulási képességeik vannak, ami százszorosan helyettesíti azt, hogy mondjuk a szöveget nem tudja elolvasni, de egyébként el tudja, mert eszközei is vannak hozzá. Tehát, hogy nem megijedni kell, hanem csak egyszerűen csak fel kellett mutatni azokat a lehetőségeket, amik megoldják ezt. Mert tehát én nekem a másik a mévesztő paripám, hogy nem probléma van, hanem gyerek van. Tehát számomra nem probléma van, hanem megoldandó feladat van. És hát nyilván egy utólag már tudom, hogy pontosan ez volt, ez volt az, ami ezt az egészet generálta, hogy egy másodpercig nem gondolkoztam el azon, hogy most mit csinálják. Hát pláne a kicsiknél, hogy a Dominikikra visszatér egy 10 éves gyereknek, nem mondhatom azt, hogy olvasám már miért nem tudott. Tehát, hogy az ott gyakorlatilag azt ott egyszer meg kellett oldani, vagy hát legalábbis én úgy gondoltam, hogy azt meg kell oldani, úgyhogy ez ennyire egyszerű volt. Biztos, hogy nagyon sokféle visszajelzést kaptál már azzal kapcsolatosan, ahogyan a munkádat végzed, akárcsak, hogy ismerősök az utcán megállítanak, vagy ahogyan tudomást szereztünk a médiából arról, hogy elnyerted ezt az aranyanyudíjat. De engem az is nagyon érdekelne, hogy ahová ezek a gyermekek kerültek a felsőoktatásba, akik foglalkoztak ott velük, vagy foglalkoznak jelenleg is velük, hogy ők, hogy milyen anyagot kaptak ezekkel a srácokkal, hogy onnan milyen visszajelzés jött. Hát ami visszajelzést kaptunk, az mind csak pozitív. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy érdekes módon a felsőoktatásban jobb helyzetben vannak ezek a gyerekek. Nyilván egyrészt az, hogy másképpen kell teljesíteni, másképpen kell tanulni, másrészt meg volt egy picikét, mintha lennének állomások, amik könnyebbek nekik, illetve azt a visszajelzést azt már nagyon sokszor megkaptam, hogy nagyon jó, hogy megtanultak bizonyos módszereket középiskolában, mert azzal bármeddig el tudnak jutni. Azt azért nem mondom, hogy nem lehetne még sok-sok mindent csinálni, hiszen ma már egy digitális korban élünk, tehát az, hogy egyetemi jegyzetek digitálisan nem hozzáférhetők, az azt gondolom, hogy már abszurd, de ez nem csak egy vakgyereknek vagy egy diszlexiásnak nehéz, hanem mindenki másnak is. Tehát ott még nyilván lehetne sokat fejlődni, de én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek, ha megállják a helyüket, akkor ott is megállják a helyüket. Na most megint belekapaszkodok ebbe az egybeírt szóba, hogy aranyanyú, mert ez egybe van írva, hogy otthon anyu vagy, gondolom, vagy anya vagy, anyuci, nem tudom, hogy hív a kicsit, hogy ez azért milyen mérhetetlen büszkeség lehetett neki. Vagy hát ő tudja, hogy másoknak is vagy anyu idézőjelben? Hát ugye az én lányom 14 éves most, úgyhogy szerintem ő még éppen a változókor elején, tehát épp a tinédzserkor elején, hát nyilván nagyon büszke, de ez otthon nem téma. Tehát igazából én otthon anya vagyok, aki megfőzi a vacsorát, meg bevásárol, meg ruhát vesz, meg mindent csinál, amit otthon csinálni kell, takarít, meg tanul a gyerekkel, meg viszi a külön órára. Tehát hogy igazából ez az egy másik helyzet, egy másik szerep. De ő ugye oda jár iskolába, ahol én dolgozom, tehát óhatatlanul is találkozik ezzel a helyzettel. Hát nyilván, de nagyon aranyos, csinált nekem anyák napjára egy kis nyakláncot, szeret ékszereket készíteni, és az aranyanyúnak a kis szimbólumából ő készített egy ilyen üveglencsés kis nyakláncot nekem, tehát ezekből nyilván arra következtetek, hogy persze, ez neki is nagyon fontos. Hát gondolom, hogy nyilván nagyon büszke, de hát egy kis kamasznál azt gondolom, hogy nem ez a fontos. Egyrészt, másrészt meg én úgy élek, és őt is úgy próbálom nevelni, hogy ezek nagyon fontosak, ezek az elismerések, de hát szóval ezt a helyén kell kezelni. Tehát, hogy én tényleg nagyon hálásan köszönöm az aranyanyú díjat, meg mindenféle díjakat, amire jelölnek, meg amiket elnyerek, és ugye most itt akkor el is mondom, hogy most a legújabb, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, ez a... Az a mai. Igen, a mai termés. Ma kaptam a levelet, hogy az ELTE pedagógus képzőkarának a Takács Eter díját az idén én nyertem. Ugye ez a nyelvtan módszertani újításokra adható díj, és a vakok és gyengén látók módszeréhez kapcsolódóan, illetve azért kaptam meg ezt a díjat, úgyhogy hát végtelenül büszke vagyok, lehet, ezt még fel sem tudtam nagyon fogni. Igen, tehát ez nagyon fontos, tehát azt gondolom, hogy a szakmai elismerések, ahol tényleg az a szakma, aki ezzel foglalkozik, fölfigyel erre és fontosnak tartja, az azt gondolom nagyon fontos. De, és az aranyanyú is nagyon fontos, hiszen ez is egyrészt szakmai, másrészt pedig nyilvánvalóan abból a szempontból rendkívül fontos történet, hogy fölhívja a figyelmet arra,
hogy vannak emberek, akik végzik a munkájukat, és ez a munka fontos. Ez az én figyelmemet is erre irányította rá. Én se gondoltam, hogy azt se gondoltam, hogy fontos, meg azt se gondoltam, hogy más nem csinál ilyet. Tehát amit az ember csinál, azt hisz, hogy más is azt teszi, és hogy az a természetes. Tehát nekem ez arra nagyon-nagyon jó volt. Illetve a másik, hogy egy fantasztikus közösséget kaptam az Aranyanyú és Teréz anyu közösséggel, de otthon én nem vagyok aranyanyú, és egyébként a hétköznapokban sem gondolom, hogy én nekem erről sokat kell beszélni, mert az a dolgom, hogy csináljam azt, amit eddig csináltam, és ez csak egy visszajelzés arra, hogy ez talán jó volt valakinek. Tehát azt gondolom, hogy ezt így a helyén kell tudni kezelni. Hát gratulálunk ehhez a szakmai elismeréshez, úgyhogy lehet mondani, hogy jó szériád van mostanában. Elsőként, egyébként amióta a pályádon vagy, mi volt az első olyan dolog, amit te elismerésként fogsz fel? Vagy fogtál fel akkor? Hát én nem tudom, tehát ez innentől kezdve nem már... Nem feltétlenül díjra gondolok. Világos, igen, én is ezt akarom mondani, hogy ez borzasztó nehéz így visszatekerni innentől. Tehát ilyen távlatból, mert amíg az ember nem kap hivatalos díjakat, addig nagyon könnyű azt mondani, hogy hát persze, hát a gyerek, ugye milyenek a gyerekek az iskolában, egy kedves kis rajz, egy virág, egy nem tudom, tehát valami apróságok. Én azt gondolom, hogy az ilyen elismerések végig kísérték a pályámat. Nekem mindig az a kedvenc, amikor valaki nem tanul a dolgozatra. És annyira aranyosak a gyerekek, hogy így, tehát nem tudom, miért alakult ez így, de valahogy mindig rajzolnak. És akkor az üres dolgozatra rárajzolt, én el szoktam ezeket tenni, hogy üres dolgozatra rárajzolt ilyen mindenfélék, amiket írnak, és nekem annyira megragadt, hogy volt egy fiúcska, semmit nem tanult a dolgozat, tehát amúgy sem volt egy magyar fán, hogy úgy mondjam, tehát már mint a nyelv. Tehát nem a tantárgyam volt a kedvence, és főleg nem a nyelvtan, és annyira kedves volt, hogy a full egyes dolgozat, csak a neve volt rajta, meg egy nagyon kedves virágrajzocska, és aláírt, hogy ne tessék haragudni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek olyan elismerések. Ez a tisztelet. Hát igen, és bár neki mondtam, hogy légy, tagad legyél meg a nyelvtantanáron, mert ezt így ne vállaljuk föl. Tehát, hogy vannak ezek a nagyon érdekes pillanatok, de azt gondolom, hogy ezek sokkal fontosabbak, mert ez az élet, tehát hogy ez a hétköznapi dolog, amikor ő hozzá, én 8 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül nap mint nap oda megyek, és órákat töltünk együtt, és az sokkal nagyobb elismerés nekem, hogy ő gyűlöli a nyelvet, tehát ez így konkrétan, ez kizárt, hogy ő ezt bármikor is megszeresse, még az irodalommal el lesz valamennyire, de, és hogy mindenek ellenére neki fontos az, hogy, de hogy én ne haragudjak, magyar nem tanult, mint hogyha ez számítana, nem számít, de nekem például ez azért elismerés, mert ez azt jelenti, hogy azért vagyunk valami olyan viszonyban, ahol neki egyszer csak fontossá válik, hogy én mit gondolok. És ezt egyébként nem várom el a gyerekektől, hogy ez nekik fontos legyen, de ez mégis azt gondolom, hogy egy komoly visszajelzés. Tehát már nagyon nehéz így visszatekerni, hogy mi volt az első, de azt gondolom, hogy az viszont biztos, hogy ezek a kicsi állomások mindig ott vannak. Akkor lehet, hogy tudom pontosítani, amire igazából kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő telt el a pályádon ahhoz, hogy azt mondhast, hogy ott vagyok, ahol kell. Ez is nagyon érdekes, mert én még most se gondolom ezt, tehát hogy ez így nem is tudatosul bennem sokszor. Hát nyilván a mai nap azért egy ilyen hullámvasút a szakmai elismerés megérkezésében, ezért az ember egészen másképp lát dolgokat. Az első pillanatban, ahogy a Kossuth Gimi ajtaját így becsuktam magam mögött, akkor így mondtam, hogy ez nagyon jó, mert ez olyan, minthogyha gyerekkoromban az iskolás játékot folytatnám. Tehát nekem az ott kész, tehát azt gondoltam, hogy a helyemen vagyok. Minden egyes alkalom, amikor becsengetnek, akkor azt gondolom, hogy a helyemen vagyok. De ezt én nem tudom függővé tenni, vagy összefüggésbe hozni elismerésekkel és díjakkal, mert attól, igen, tehát attól nem kerülök jobban a helyemre. Azt gondolom, hogy a gyerekek között valószínűleg a helyemen vagyok, legalábbis én úgy érzem, és a gyerekek szoktak szólni, hogyha ezt ők nem így érzik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez például tök fontos, hogy én szoktam nekik hagyni, hogy nem az első évben, mert akkor még kapitányság van, de ahogy időt töltünk együtt, szoktam nekik hagyni, hogy elmondhassák, mit gondolnak, mert én nagyon sokat tanulok. Például a Dominikik osztálya, az egy nagyon kedves történet, hogy 8 évig én voltam a magyar tanár. Hát borzasztó voltam, amikor ők ötödikesek voltak, borzasztó. Hát volt olyan, hogy hangtamból a kicsi ötödikes gyereknek én kiosztottam 4-1-est, mert nem tudta, hogy nem tudom, a hangszani rendszerbe hogy kell elhelyezni a hangot, tehát nem, ilyet nem lehet csinálni. De nyilván ezt meg kell tanulni, és nagyon aranyos volt, hogy amikor már 8-osok voltak, akkor mondták, hogy nem, hogy jövőre, ha felkerülünk 9-be, akkor elbeszélgetünk. Hát mondom, na, hálok elébb, és
nagyon kedves dolog volt ez, ugye, hiszen 4 évet már lenyomtunk együtt, azért összeszoktunk. 9-ben már a fejemre olvasták, bezzeg, mikor 5-be? 4-1-est adni egy olyan kicsi gyereknek. Tehát gyönyörűen ráneveltek ők engem arra, hogy azért álljunk már meg. Fontos az a nyelvtan, de ez így nem fog menni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Akkor van az ember helyén, hogyha ezeket is a helyén tudja kezelni. Szerintem ez a legjobb visszajelzés volt, amit hatottak. Hát 12-ben már mindent a fejemre olvastam. Nyilván 8 év után ez egy egészen más helyzet. Azért jó az én területem, mert itt csak megújulni lehet. Tehát a nyelvtantanításban még mindig nem nagyon ismerünk olyan lehetőségeket, hogy feladatmegoldás helyett, vagy a tankönyvi szabályoknak a felolvasása helyett mit hogy. Na, én ezt egy másodpercig nem bírtam elviselni. Tehát nyelvtani nem lehet. Szerintem ez abszurd, mert abból semmi jó nem fog kisülni. Tehát én azt gondolom, hogy nekem az én területemen talán az a jó, hogy itt nagyon-nagyon sokat kell azon gondolkodni, és hogy erre volt jó a másik módszerem, amit emlegetnek, ez az elektronikus tanulási környezet megvalósítása a magyar órán, amivel valami egészen más helyzetbe helyeztük akár az anyanyelvi tanulást, akár az irodalomtanítást, ami teljes mértékben lekötötte a gyerekeket, és szerintem, tehát ott a legjobb képességű gyerekek is még jobb eredményeket tudtak elérni, mert valami egészen más módon álltunk hozzá. De ez a rendszer úgy működik, hogy sokan vagyunk együtt, és sokan vagyunk sokfélék, és én azt gondolom, hogy mások is remek dolgokat csinálnak, úgyhogy bár talán én most már szívesen átadnám a stafétát, tehát szívesen mondanám azt, hogy tessék meg körülnézni, mert csak itt Nyíregyházán nem tudom hány tanárt tudnék felsorolni, aki a saját területén, akár magyar, akár egészen más területeken is, nagyon komoly dolgokat tett le az asztalra, és én komolyan mondom, tehát teljesen mindegy, hogy egyházi vagy állami gimnáziumokról beszélünk, őket ismerem nyilván jobban. Én tudom, hogy nagyon komoly munkát végeznek ők is, és nagyon jó eredményeket hoznak. És azt is szeretném elmondani, hogy az én díjaim mögött nem csak az én munkám van ott, hiszen egy nagyon érdekes és izgalmas tantestületben dolgozom. Ez lehet, hogy kívülállók számára nem annyira izgalmas, mert nálunk nem szoktak heves viták kerekedni soha, hanem együttműködés van, meg barátság. Az, hogy én aranyanyú lehetek, az köszönhető annak, hogy mondjuk csináltunk egy módszertani kiadványt. A módszertani kiadvány legnagyobb részét nyilván a tanulmányt azt én írtam, mert nyilván a módszerek azok nyilván adottak nálam, de ugyanígy van egy kolléganőm, aki angol nyelven megcsinálta ezt, ugyanezt, vagy a mi iskolában van egy tesi tanárnő, aki kitalált, hogy lehet vakgyerekeket megtanítani úszni. Tehát azt gondolom, hogy ezek annyira fantasztikus történetek, hogy ők mind, vagy például van egy angol tanár, aki ugyanebben a tanulmánykötetben közzétett egy feladatbázis diszlexiás, diszgráfiás gyerekeknek, akiknek a nyelvtanulás nagyon komoly problémát okoz. Tehát nálunk nagyon-nagyon sok ugyanúgy gondolkodó pedagógus van, mint én, és hát nyilván van egy iskola vezetőnk, aki meg mindezt engedi. Tehát hogy ez nagyon fontos szerintem a mai világban, hogy nálunk nem az határozza meg a hétköznapi életet, meg a tanári gondolkodást, hogy mik a törvények és mit nem lehet csinálni, hanem az határozza meg, hogy mi újság van a gyerekekkel, és hogyan lehet ezeket a dolgokat megoldani. És igazából egyedül nem sokra megy az ember, tehát ehhez igenis kell egy nagyon erős támogató közeg és közösség, ami hát hála jó Istennek nekem megadatott. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.